Egy vizes papírzsebkendőn próbálták bemutatni, mire képes ez a műtétekhez használható fogó. Ezt az új eszközt kapta a Pécsi Gyermekklinika. A sebész azt mondja, az újdonsága a mérete. Az én szerkezetet használják régóta felnőtteknél. Ilyen méretben is úgymond sütni is tud. Ez viszonylag új, és most van már európai tanúsítványa, és Európában is forgalmazzák. Ennél az eszköznél igenis számít a méret, hiszen életkortól függően a testméret is változik, mondja a szakember. Kisméretet teszi egyébként alkalmassá ahhoz, vagy arra, hogy újszülött és csecsemőkorban minimálinvazív hasi, mellkasi, urológiai beavatkozások során használjuk. Tulajdonképpen ez a mérettartomány az, ami arányos azzal a gyermek populációval, hogyha szabad így fogalmaznom. Az új sebészeti rádiófrekvenciás érelzáró használatával kisebb meccésen átvégezhető el a műtét, szemben a nyílt beavatkozással, miközben az egészséges szöveteket is kímélni lehet az alkalmazásával. A szövetekben lévő ereket, erekfalát összehegesse, elzárja, azon túl kifejezetten ütőerek, akár 5 mm-es kaliberig átmérőig terjedő ütőerek falának az összehegesztését, gyakorlatilag célzott elzárását tudjuk ezzel végezni, lekötések nélkül, nagy biztonsággal. Így az utóvérzéses szövődmények megelőzhetők, mondja a szakorvos. Ez az elektromos doboz, a készülék lelke, ehhez kapcsolódik az operációs eszköz. Bíró doktor azt mondja, túl vannak az első műtéten, amit ezzel végeztek. Elsőként egy jobb tüdő hibásan fejlődött alsó lebenyének az eltávolításánál használtuk ezt az eszközt. Egy cég adománya volt a készülék. Bíró doktor úr elmondta, hogy ezzel a termékkel, ezzel a készülékkel hány gyermeken tudnak segíteni, és hát az én gyermekem is 1500 grammosan született. És azt gondolom, hogy ahhoz, hogy töretlenül fejlődjünk és felnőjünk, és a gazdaságnak hasznai legyünk, ahhoz ugye egészség kell. És ahhoz az egészség kell, ez az orvostudományra, az elektronika kapcsolatára, és néha némi felajánlásra is szükség van. A készülék 4 millió forintba került, amelyhez a csatlakozó operációs eszközöket külön kell megvásárolni. Eddig csak Amerikában forgalmazták, ottani fejlesztés ugyanis. Most törzskönyvezték, és került át Európába. Esők között a Pécsi Gyermekklinikára.